Péter Fibori, akinek a neve egyet jelent a nyers tehetséggel és a féktelen energiával, mindig is a saját útját járta. Az ő története nem csupán egy művészé, hanem egy olyan emberé, aki soha nem félt szembe menni a konvenciókkal és új utakat keresni. Már tinédzserként is független szellem volt, aki kilógott a sorból. Az iskolában és a baráti körében is mindig más volt, mint a többiek, és ez a különbség csak erősítette benne a vágyat, hogy valami nagyot alkosson. Vágyott a szabadságra és az önkifejezésre, ezért merész döntést hozott, maga mögött hagyta a családi fészket, és új fejezetet nyitott életében a nyüzsgő Budapesten. Ez a döntés nem volt könnyű, de Bori tudta, hogy csak így találhatja meg saját hangját és helyét a világban. A nagymamájához költözött, és fejest ugrott a város pezsgő életébe. Budapest nem csak egy új otthon volt számára, hanem egy hely, ahol felfedezhette önmagát és a művészet különböző formáit. Lázadó szellemét feltüzelte a lehetőségek tárháza. A város minden sarkában új inspirációk várták, és Bori minden pillanatot kihasznált, hogy tanuljon és fejlődjön. Nem is sejtette, hogy ez a lépés meghatározza a sorsát és megalapozza életét, amely tele lesz rendkívüli kihívásokkal és figyelemre méltó sikerekkel. Az első évek nehezek voltak, de minden akadály csak erősebbé tette őt. Budapest, a történelem és a modernség eklektikus keveréke Bori játszóterévé és olvasztó tégelyévé is vált. A város gazdag kulturális élete és sokszínűsége inspirálta őt, és lehetőséget adott arra, hogy különböző művészeti ágakban kipróbálja magát. A város lüktető ritmusa összhangban volt saját lázadó szívével, táplálta művészi szellemét és azt az elhatározását, hogy a saját feltételei szerint él. Bori minden nap új kalandokat keresett, és soha nem félt kockáztatni. A város grandiózus épületei és rejtett sikátorai között bontakozott ki Bori saját története, amelyet az ifjúság lendülete és az önmegismerés útjával együtt járó elkerülhetetlen kamaszkori fájdalmak egyaránt jellemeztek. Minden sarkon új élmények és kihívások várták, amelyek formálták őt és művészetét. Bori története nem csak egyéni sikerekről szól, hanem arról is, hogyan találta meg helyét és hangját egy olyan városban, amely soha nem alszik. Az élet Budapesten nem mindig volt könnyű a fiatal Borinak. A város szépsége és történelme mögött ott rejtőztek a mindennapi kihívások, amelyekkel szembe kellett néznie. Független szelleme, bár csodálatra méltó, gyakran ütközött a körülötte élők elvárásaival. Barátai és családja nem mindig értették meg őt, és ez gyakran magányossá tette. Voltak szabályok, amelyeket be kellett tartani, normák, amelyekhez igazodni kellett, és ezek a szabályok néha túl szigorúnak tűntek számára. Bori vele született énérzetével gyakran érezte úgy, hogy ezek a korlátok gúzsba kötik. Az iskolai és társadalmi elvárások nyomása alatt néha úgy érezte, hogy elveszíti önmagát. Tizenéves évei érzelmi hullámvasút voltak, egy időszak, amikor feszegette a határokat és feszegette a korlátokat. A lázadás és az önkifejezés iránti vágy hajtotta őt előre. Őserő volt, aki nem félt kifejezni önmagát, még akkor sem, ha ez azzal járt, hogy útközben néhány tollat megborzolt. Bori bátorsága és kitartása inspiráló volt. A kihívások közepette azonban Bori művészi tehetsége kibontakozott. Rajzolás és zene iránti szenvedélye segített neki megtalálni a saját hangját.
A zene lett a számára a kitörési pont, a menedék, a módja annak, hogy kifejezze érzelmeit, és a saját feltételei szerint kapcsolatba lépjen a világgal. A dallamok és ritmusok világában otthon érezte magát. Szívét, lelkét beleadta a zenéjébe, nyers tehetsége minden hangjegyben megmutatkozott. A stúdióban és a színpadon egyaránt ragyogott. Budapest virágzó zenei életével tökéletes hátteret biztosított Bori művészi fejlődéséhez, táplálta tehetségét és teret biztosított egyedi hangjának. A város éjszakai élete és zenei helyszínei inspirációt nyújtottak számára, és lehetőséget adtak arra, hogy megmutassa, mire képes. Évekkel később egy érettebb, megfontoltabb Bori ült le Geszti Péterrel, a népszerű Adom a Napom című műsorában. Ez a műsor, amelyet a mély és őszinte beszélgetéseiről ismertek, ideális helyszín volt arra, hogy Bori megossza élete legfontosabb pillanatait és tanulságait. A műsor, amelyet bensőséges hangulata és őszinte beszélgetései tettek ismertté, tökéletes teret biztosított Borinak, hogy megnyíljon a múltjáról, a sebezhetőségéről és azokról az élményekről, amelyek azzá a nővé tették, aki ma. A beszélgetés során Bori mélyen belemerült a múltjába, és megosztotta azokat a pillanatokat, amelyek formálták őt. Egy különösen megrendítő pillanatban Bori mezítláb és fesztelenül őszintén beszélt kamaszkori lázadásáról, arról, hogy milyen nehézségei voltak megtalálni a helyét a világban, és azokról az értékes tanulságokról, amelyeket útközben megtanult. Elmesélte, hogyan küzdött a saját identitásával, és hogyan próbált megfelelni a társadalmi elvárásoknak. Az, hogy hajlandó volt ilyen nyitott és sebezhető lenni, mélyen megérintette a nézőket. A közönség szinte lélegzett visszafojtva hallgatta, ahogy Bori feltárta legbelsőbb érzéseit és gondolatait. Itt volt Péter Fibori, az erőművész, aki lehántotta magáról a hírnév rétegeit, és felfedte igazi énjét. Nem csak a sikereiről beszélt, hanem azokról a pillanatokról is, amikor elbukott, és hogyan tanult ezekből a hibákból. Beszélt a megbánásairól, a hibáiról, és azokról az önbizalomhiányos pillanatokról, amelyek fiatalabb éveiben gyötörték. Elmondta, hogy ezek a tapasztalatok hogyan formálták őt, és hogyan segítettek neki abban, hogy erősebbé váljon. De mindezek ellenére beszélt a kitartásról. Arról, hogy tanul a múltjából, és arról, hogy végül megtalálja az erőt ahhoz, hogy megbocsásson magának. Bori története inspiráló volt, és megmutatta, hogy a legnagyobb kihívások is leküzdhetők, ha van bátorságunk szembenézni velük és tanulni belőlük. A beszélgetés végére a nézők nem csak egy hírességet láttak, hanem egy embert, aki a saját útját járja, és aki képes volt megosztani a legmélyebb érzéseit a világgal. Az élet, mint oly sokszor, Borinak is hozott egy váratlan fordulatot 2022-ben, amikor véget ért a házassága. A válás fájdalma, egy közös élet felbomlása, a szívfájdalom univerzális nyelve, és Bori ereje és ellenálló képessége ellenére sem volt immunis a csípésére. Ismét az Adom a Napomhoz fordult, mint olyan térhez, ahol feldolgozhatja érzelmeit és megoszthatja útját rajongóival. Jellemző őszinteséggel beszélt a szakítás fájdalmáról, a közös gyermeknevelés kihívásairól és az élet újjáépítésének ijesztő feladatáról. Sebezhetősége számtalan nézőt megérintett, akik hasonló szívfájdalmakat éltek át. Bori története tanúbizonyságává vált annak, hogy még a nehézségek közepette is, még akkor is, ha az élet a legnehezebb kihívások elé állít minket, mindig van remény.